Click on Zombie Apocalypse. Hello, sziasztok! Krumpliasz vagyok! Igen, amilyen hihetetlen megint beszélős videó. Igen, jó rég volt ilyen, és majd elmondom a videó végén, hogy miért. Most megnézzük a szerdai frissítést, szóval ami azt jelenti, hogy úgy tűnik. És ugye én már vettem egyet, és arról sem csináltam videót, azt hiszem. Kigondolta volna. Nekem ő tetszik, csak én már az a tehát én úgy vagyok vele, hogy én nem akarok már pónit venni. Ott van nekem ugye a régi fajtából is. Meg most ugye eleve itt van ez az új fajtából az ott. Úgyhogy én nem nagyon szeretnék most pónit venni. Igazából ez a póni, ez kurva cuki ezekkel a kis pöttyökkel ott az oldalán. Júj, nekem kell. Meg még a, hát mondjuk nekem az a sötétebb, az annyira nem jön be. Mondjuk ez is aranyos, de úgy nem tudom, nekem annyira nem jön be. Nekem ez a kettő, mondjuk ilyen foltosan már van olyan pöttyös, pedig nincsen, és ez az aranyos. Nekem ő kéne, hogyha vennék persze pónit. De amúgy nekem még mindig a best, hogy rohadt aranyos, hogy sikerült, nekem nagyon tetszik. Nekem meg is van. Nem is szoktam használni, de egyébként megvan. Ott porosodik az istállóba. Ezt nem tudom minek. De mondjuk így a régiekből én még 50-nél meg szívesen, mert ő nagyon szép viszont. De úgy nem tudom. Én nekem most elég volt a póni. És egyébként azt hiszem ennyi is a frissítést, úgy nagyjából semmi más nincsen. Rengeteg mindenről lemaradtam, ugyanis volt elvileg, hát ez azóta egy fél éve, tudni biztos, hogy fél éve, itt vagyok meg, a fél éve nincs itt ez a szar, ez a sötét fordulat. Azóta nem is csináltam meg. Ezt se csináltam meg. Speciális izé-bizé. Azt se csináltam meg igazából, tehát úgy nagyon le vagyok maradva. Főtörténetelnek pláne. Amúgy múlt héten ez jött be, azt hiszem, hogy simogassad a saját pacidat. Ez kurva cuki, ez nagyon tetszik nekem. Ez még mindig a legjobb. Nekem ez nagyon tetszik. Amúgy meg kellett volna csinálnom, mert... ez a bobó. Ez egy, Istenem, egy verhetetlen házi kedvenc. Lovas nélkül ló. Aha. Szóval ennyi minden van, és én szartam megcsinálni. Egyébként ugye nyár rohadt hamar elment, tehát így egyik pillanatban nemrég még csak június volt, és vártuk a suli végét, most meg már augusztus, és ez mi? Ez mi? Hogy tehet ilyen rohadt gyorsan a nyár? Tehát a suli az meg olyan, mondom, mikor ez már csak két hónap, már csak, mit tudom, három nap, de azok olyan borzalmasak, főleg az utolsó hónapok, azok, fúj. Azoknál úgy vagyok, mondom, Istenem, már legyen vége. Jól van itt vagy, találd ki az új anya, nem én buta. Jó. Ezt megcsinálom most már. Nem érdekel. Az új anya én vagyok. Gyönyörű, igaz? Biztosan Starbreed. Ó, ott van! És bele van... Ott van benne a falba. Ez ugye nem. De Starbreed az új csikó? Mit kell ilyenkor csinálnom? Anyád! Azt hiszem a neve Frodo lesz. Frodo! Olyan buta vagy, akárhogy is Tomástól függ, mennünk kellene, minden köszönjük. Persze, én legközelebb nem maradj távol annyi ideig, jó lenne, ha találnál egy kis időt a világ megváltó bokros teendőit közben. Oké. Vissza kell menjünk Rhiannonhoz, az ki? A Rhiannon az ki is, érte? Nem tudom. Miért nem csináltam én ezt meg amúgy?
Szerintem nekem köszöntek, úgyhogy én egy ennyivel most letudtam, mert most én gyorsan feladatozok. Hol van a... Ja, hogy most vegye be... Neee! Jók van szar! Júj! Jól ezt kivették? Már nem is tudtam. És így le vagyok maradva. Látszik, hogy nem nagyon szoktam figyelni a frissítést mostanában. Nem tudom miért, valahogy most nem volt hozzá kedvem. És egy kicsit befejeztem a játékot, bármint, hogy úgy értem, hogy feladatok terén. Tehát, hogy nem nagyon kezdtem neki semminek. De most így elkezdett érdekelni, hogy mi lesz a fő sztoriba, úgyhogy majd lehet, hogy egy másik videót erre szánok, hogy én ezt megcsinálom. Jó, hogy a fél éves feladatokat most csinálom meg. Kurva jó vagyok. Na, nézzük, ezt még befejezem, mert engem nem érdekel. Lehet, hogy megint 30 órás videót kell vágnom, de nem érdekel. Ezt csak befejezem, mert erre kíváncsi vagyok. Micsoda? Itt? Ja, igen. Ja, de hát te itt. Ez itt csúnya. Várjál. Akkor ide jöjjünk ki legalább. Ott szar bent a izébe. Hogy mentek a dolgok? Honnan? Szarul. Yorkban évente több ezer csíkok születik. Ha mindegyiket meg kellene néznünk, hónapokra lenne szükségünk Concord megtalálásához. Feltéve, hogy Darkon nem találja meg hamarabb. Akárhogy is a dolgok nem jól alakulnak Anne szempontjából. Nem Anne. Hú, nem tudom ki enge. És akkor feladod? Nem harcolhatunk a realitás ellen, Alex. Az én adottságomnak megvannak a határai, és Rozali. Csak most tanulja, mit is jelent lóbűvölőnek lenni. Miről beszélsz? Én túl tapasztalt vagyok. És akkor nincs senki, aki időben meg tudná találni Concordot Anne megmentése érdekében. Azt nem mondtam, lovag, hogy visszavelem Elizabeth háza, ott van egy ötletem. Most miért nem mindegy, hogy itt beszéljük, vagy ott beszéljük meg? Most itt vagyunk, most mire várunk életeim? Most miért mentetek el? Most komolyan így átribatok a szomszédbe, hogy hey, Elizabeth, izé, ezt meg azt akarok mondani? Most nem, vagy most itt beszéljük meg, és figyeljünk, hogy meg, hogy nem fog beszélni Elizabeth, vagy hogyha igen, akkor orvidálnak egymásnak. Rhiannon, hogy halad Concord keresése? Sehogy. Hát találtunk egy Starbreed-et, de ő nem Concord. Nagyon jó, küldök valakit, hogy hozza ide. A druid és druide módra fogjuk felnevelni. Bízhatok benne, hogy te is az asszisztensed folytatjátok a keresését? Zavarosan még. Lehetetlen, Rhiannon. A fa magának követelhetne téged, és Lignosszá változtatna. Túlságosan veszélyes. Még a te számodra is. Jó van. De nem az ő számára, te magad mondtad, az ő adottsága sajátságos, ha a fa egyesülne vele. Oké. Nem gondoltam rosszra. Szó sem lehet róla. Ha visszafordulna az árnyék felé, Darkor előnyt nyerne Aiden őrzői felett. Túlságosan veszi és kiemeli. Túlságosan! Malasz, nem akarsz idejönni velem feladatozni? Léci. Higgy magadban, Rhiannon. Bízz el Aiden fényében, hogy elvezessen Concordhoz. Ú, ez túl megható beszéd volt. Honnan tudod, hogy Aiden akarata irányította hozzánk akkor, amikor a leginkább szükségünk volt az ajándékára? Itt az ideje egy sürgősségi megbeszélésnek a lélekrohasokkal. Menj és hozd ide a többieket. Találkozzunk a Silverstone híton. Nem már? Na jó, szerintem ezt én egy másik videóra hagyom, mert már nincsen hozzá türelmem, úgyhogy ezt hamar meguntam. Majd egy következő videóban szerintem folytatom, úgyhogy addig is köszönöm a figyelmet, és sziasztok, krumpli asszonyok!